Gyula és a Kuna testvérek, vagyis a Fortissimo. Önök nem látták, de én igen, hogy Csiszár Jenő végig tombolta ezt a produkciót, nagyon tetszett neki, hál' Istennek. Én az iménti felvezetőben elmondtam, Gyula, hogy a dalomnak a szövegét a magánéleted ihlette, a magánéletednek a fontosabb állomása, hogy egészen pontosan, csak egyetlen egyet emelj ki, kérlek. Ez a rantúj ugye úgy keletkezett, egészen kora tavasszal, 2014-ben, amikor a kedves feleségem és a két gyönyörű szép gyerekem, Dániel és Tamás visszaköltöztek hozzám. Taps! És tulajdonképpen ez egy ilyen szerelmi bolyongásnak a vége, és egy beteljesült viszony. Én nagyon szeretném és nagyon kívánom neked, hogy a pontokban is teljesüljenek az álmaid, de még mielőtt pontoznánk, szeretném a véleményeket is hallani Magditól először. Azt nagyon jól tudjuk, hogy Gyula egy atombiztos énekes, és én nagyon-nagyon tisztelem, és ez mindig nagyon működik nálad, hogy te azt is nagyon jól tudod, hogy kell a közönséggel bánni, hogy azonnal beinduljon itt az egész stúdió. Úgyhogy nagyon jó volt, és ez egy nagyon jól megjegyezhető dal. A közepénél éreztem egy-két olyan dolgot, ami miatt én azt érzem, hogy lehet, hogy egy picit elvesz. Aztán nem tudom, hogy mennyire szeretnétek majd belenyúlni esetleg egy kicsit a dalba, nem tudom. Lehet, hogy már csak az én fantazmálásom, de lehet, hogy érdemes lenne esetleg belenézni. Pierró véleményére is kíváncsiak vagyunk. Én azt gondolom, hogy egy kifejezetten szórakoztató dal volt, és ez az egyik legfontosabb tulajdonsága. Olyan érzésem volt, azon túl, hogy leginkább ország a 30 felettieknek jelent ez egy ilyen partinótát. Igen. Ebbe a kalapba sokan benne vagyok. Igen, ez magad. Szóval olyan érzésem volt egyébként, amikor megérkezett, hogy mint egy vonat. És nagy svunggal megérkezett, aztán nagyjából ugyanezzel a svunggal el is hagyta a színpadot, és egyetlen bajom volt vele, hogy nagyjából közben is ugyanennyi történt. Tehát egy picit egysíkúnak éreztem minden értéke ellenére, és ez, én most azt érzem, hogy ez egy rádiós játszáshoz elegendő, de úgy az üdvösséghez nem. Hát majd én megpróbálom ezt így pontokban. Hát akkor gyorsan, lássuk is. Én vagyok az első, aki ezt elmondja? Te vagy az első. Nálad a szó, lássuk a pontokat. Mire gondoltál? 6 pontot adott Pierró. Rúzsa Magdi. 8 pontra értékelte a produkciót. Csiszár Jenő, aki láttam, hogy végig buliszta ezt a számot, 8 pontot adott. Rákai Filip pontjait is szeretném látni. Ő 6 pontra értékelte a produkciót. Nézzük meg, hogy a nézők hány pontot adtak nektek. Ugye a nézők általában sokkal magasabb pontot szoktak adni, mint a zsűri tagjaink. Egy nagyon szép kerek 8-ast adtak nektek. Köszönjük nagyon szépen köszönjük.